Szervusztok! Április 3-a hétfőn, délelőtt 11 óra van. Ez egy rendkívüli bejelentkezés, rendkívüli hírek miatt. A rendkívüli hír ugyan a hétvégén, a hétvégére tekintetve már ismerté vált, és akik figyelik a mindennapok híradásait, akár RTL klubban, hát nem feltétlenül a közmédiában, azok hallhattak róla, hogy március utolsó napján, március 31-én megjelent a Svégel egy egészen különleges írással, amely a magyar társadalom, a magyar gazdaság és talán Orbán Viktor bukását is okozhatja, ha csak a folyamat nem fog megállni. De az Orbáni rendszernek ez a típusú meghátrálása alapvetően nem ismert. Tehát én attól tartok, hogy ez a folyamat tovább fog erősödni. Olyan dologról van szó, amit a magyar vállalkozói háttér, a magyar gazdaságban lévő vállalkozások már évek, hosszú-hosszú évek óta tapasztalnak. Magam is számtalan hírt adtam róla, meglepetésként hagyj bocsássam előre, már 1998-ban. Akkor még a vállalkozók országos szövetsége elnökeként tapasztaltam és írtam le az Orbáni rendszerről az első Orbán kormány idején hogy az azt megelező korrupciós időszak 90 és 98 között is úgy zajlott le, hogy nagyjából az üzleti élet a nagy közbeszerzések területén tudta, hogy ki fog nyerni. Tehát nem volt tisztességes. Akkor sem, amikor MDF kormány volt, akkor sem, amikor SDS MSP kormány volt. Lehetett tudni, hogy a nagy versenytárgyalásokon, a közbeszerzési versenytárgyalásokon a legtöbb területen ki lesz a győztes. Igaz, akkor sokan tudunk róla, sokan hallottatok róla. Voltak megállapodások a, párt, a politikai pártok között, amiről én egyébként annak idén a parlamentben is felszólaltam, hogy ez egy, egyszerűen egy döbbenet, hogy a közbeszerzések kapcsán volt egy megállapodás, hogy körülbelül milyen arányban fogja megnyerni, a közbeszerzéseket a regnáló politikai pártokhoz kötődő vállalkozói kör, és milyen arányban fogja megnyerni az ellenzéki, akkor azt megelőzem például a Fideszhez kapcsolódó vállalkozói kör. Hát biztos sokan hallottátok először a 60-40, majd a 30-70 százalékos beszélgetést a politikai pártok között. A korrupció okozta azt, hogy Magyarország rendkívüli módon visszaesett, nem élt avval a hihetetlen lehetőséggel, amit a 90-es első saját demokratikus átalakulásunk biztosította számunkra. Aztán 2010-ben megszűnt ez a 30-70 meg a 60-40 százalékos megállapodás, Orbán Viktor úgy érezte, a kétharmadával, hogy ő már bizony egyetlen egy forintot sem enged át más politikai erőnek, amiből, hogy nem enged át, avval nekem semmi bajom nincsen, mert guztustalanok voltak a korábbi megállapodások is, de az, hogy saját maga részére úgy gondolta, hogy nem az, hogy felszámolom ezt a korrupciót, hanem, hogy a száz százalékossá teszem. De 98-ban elmondtam, hogy micsoda különbség volt a, különbség, a rossz és a rosszak között is, milyen különbség van, hogy 90 és 98 között tudtuk, hogy ki fog nyerni az esetek 95%-ában lehetett tudni, jól meg lehetett tippelni, hogy ki fogja az adott közbeszerzést megnyerni. De mégis ott volt a magyar vállalkozói körből néhány példa a romantikus alkat, mint én, bár én sosem indultam közbeszerzéseken, de a romantikus lelket szerettem volna elővenni, akik azt mondták, hogy nem érdekli, ők akkor is tesznek ajánlatot és ha sokkal jobb ajánlatukkal háttérbe szorultak, akkor bizony bírósági pert indítottak, és nem egyet, nem kettőt meg is nyerhettek. Mert az a veszély azért nem állt fönt, hogyha valaki benyújtott a közbeszerzésen egy pályázatot, ami sok pénz és sok munka, egy ilyennek egy jelentős beruházásnak például a pályázaton való elindulása is nagy felelősség, akkor azért az nem volt, hogy ezért büntetést fog kapni. 98-ban Orbán Viktor rögtön az értésére adta a rendszernek, hogy nem csak az a lényeg, hogy az ő politika erejének kell nyerni, csak az a lé, az, hanem az is, hogy ha elmersz indulni ellene, akkor utána megjelenik nálad a hatósága. A hatalom minden eszközeivel meg fog büntetni, akár az adóhivatal által. Mert hogyha utána az adóhivatal megállapít nálad egy fiktív, Hiányt. A valóságban nem is tudja majd rád, esetleg rád bizonyítani azt a hiányt, az az eljárás 5-6 éven keresztül fog zajlani, vagy 8 éven keresztül, és a közbeszerzési törvény szerint, akivel szemben ilyen köztartozások, stb. kapcsán lévő per van folyamatban, tehát nem, nem, le, nem kaphatja meg a nullás adós igazolást, az nem is indulhatott el. Ezért nagyon gyorsan már 98 és 2002 között is kitisztult a folyamat. Hogy csak az Orbáni hívek indulhattak ott azokon a közveszedéseken el, amely a NER számára fontos volt, akkor még nem annak neveztük. Ez 2010 után abszolút általánossá vált. Azért volt fontos ez Orbán Viktornak, ez a megközelítés, mert azt megelőzően azért valahol egy olyan, túlárazás egy olyan korlátjainak olyan 20% körül lehetett, mert ha valaki elindult vele szemben, és mondjuk 20%-kal jobb árat adott, ugye, hiszen a Orbáni rendszer hívei vagy mondjuk túláraztak, akkor azt lehetett mondani azért, hogy a második helyezett, tehát nem aki beadta a jó ajánlatot, azért nyert, mert megbízhatóbb, mert több gyakorlata van, mert már jól ismerjük, tehát ott lehetett átpontozni a közbeszerzés értékelését, hogy nem az egyetlen egy dolog az ár, e, hanem csak a második. Na de ma már 300%-os a túlárazás, 400%-os, ezt nem lehetne megmagyarázni. Ezért, hogy ilyen mértékben lehessen kilopni a közpénzt a közbeszerzési csatornákon keresztüli túlárazással, ahhoz meg kellett hogy a, másod, a második legjobb ajánlat, az azért négyszer többbe kerül, akkor ezért nincs rendben, azt azért nagyon nehéz már megmagyarázni, ezért ott el kellett tántorítani. De ezzel nem elégedett meg az Orbáni rendszer. Ezt a magyar vállalkozék nagyon jól megismerte. Én magam nagyon-nagyon sok kiemelkedő üzletemberrel beszélgettem, vagy voltam olyan gazdasági beszélgetésen, ahol egymás között nagyon nyíltan fölvetették, hogy melyiknek mi a véleménye, hogy mennyire lehet sikeres, mennyire fejlesz-e a vállalkozását. Mi az a nagyságrend, amikor még nem lesz éhes rá az Orbáni rendszer, és nem tesz egy visszautasíthatatlan ajánlatot arra, hogy vonuljon ki, adja át a vállalkozását, és átadta, és át kellett adnia. Ezért akik nagyon szerették, akik a nullából építették föl becsületesen a vállalkozásaikat, azok bizony az elmúlt 13 évben rettenetesen odafigyeltek arra, hogy a látható sikerességük, ami, me, ami meglátható föl, az ne föl az Orbáni hiénáknak híjá, az étvágyát. De ez eddig döntően csak a magyar vállalkozásokra vonatkozott. Abban, hogy a külföldi tőkétől is megpróbáljam elrabolni ezzel a módszerrel, a visszautasíthatatlan ajánlattal, meg azzal csak minták, próbálkozások voltak. De minden bizonyal ebből a próbálkozással vettük meg a Vodafont. Az értékének a két-háromszoros nagyságrendjén. Esetleg a Vodafonnál el tudom képzelni, hogy a visszautasított ajánlat azt jelentette, hogy csak a pénzben, hiszen egy nagyon nagy nemzetközi vállalat, amelynek a részvényesével el kellett számolnia, és ha a részvényeinek az értéke A volt, és három át adott érte a magyar állam, most hasonlóban próbálkozik a repülőtér felvásárlásával, tehát a Liszt Ferenc repülőtér felvásárlásával, tehát hogy ebben a megközelítés, akkor ezért odatta. De azért vannak cégek, amelyeknek ez a átadom a vállalkozásomat, ez nem ilyen egyszerű. Vannak cégek, akik például az építőiparban a kiemelt német vagy nem német vállalatokkal együtt mozognak be a piacra. Tehát nekik mindenhol ott kell lenni ők, ahol az a, a nagy vállalkozás ott van. Hogy értsétek ez alatt, hogy például az autógyárak, ha itt vannak, akkor az autógyárakban tipikusan sok alkatrész szállítónak vele együtt kell menni, sőt érdekes, hogy még a bankjának is szinte, a könyvelőirodájának is vele kell együtt kell menni, mert konszolidáltan egymással összhangban lévő mérlegeket kell majd, ma, kell majd összeállítani. Ezért ezek a vele vonuló vállalkozások nagyon nagy jelentőségűek, de semmiképpen nem jó az anyacégnek, ha ezt például egy NER vállalkozás Ugye, egy vissza nem utasítható ajánlattal, amiben lehet megfélemlítés, lehet kormányzati jogalkotási, zsarolás, ugye, és lehet az is, hogy két-háromszoros árat kínálok a vállalkozásodért, de nem mehet ki, mert nem engedheti meg, hogy azon a területen a beszállító az megváltozzon. Ezért ez egy óriási terület, ez egy nagyon konfliktus területe. De ezt egy Orbáni rendszernek, Nagy Mártonék, stb. ezeket nem látják át, ez nincs itt. Úgy gondolják, hogy elérkezett az idő, ugye? most már nem vagyunk jobb a Merkel asszonyjal, akkor ugye nem nyúlhatunk hozzá a német vállalatokhoz, és most akkor a mi nerhez tartozó rendszerben lévő például építőipari stb. Eh, vállalkozásaink, aki már a show derálát megkétszerezték, meg, meg háromszorozták, édesapjáról eh, eh, beszélünk, ha úgy tetszik a miniszterelnöknek, tehát, hogy aki hihetetlen jövedelmezőségeket hozott létre, például az autópálya építési programoknak a kapcsán. Tehát, hogy ott ez, ez a te felület folytatódjon, és akkor bevásároljanak. Pedig hát mondjuk egy bós nem szívesen megy ki, aki az autógyáraknak a beszállítója. De még egyelőre az autógyárakba nem rugott bele Orbán Viktor. De amit nem ismer az Orbáni rendszer is, amire most a Der Spiegel 31-én fölhívta a figyelmet, azt írta le, amit Magyarországon mi már több mint tíz éve napi gyakorlatként tapasztalunk. Hogy az Orbáni rendszer az nem csak politikai maffia rendszer, hanem gazdasági maffia rendszer is, és maffia módszerekkel ráteszi a szerületét hitbizományának kizárólagos felségterületének, az Orbán család kizárólagos tulajdonának tekinti a magyar piac egészét egy külföldi területekre is, ma már elég erősnek érzi magát hozzá, de a magyar piac az az ő kizárólagos hitbizománya. Ott, ha valami sikeres és jövedelmező, lehetett az a dohányipar, lehetett a bankrendszer lehetett az idegenforgalom, a szállodák, ugye, csak hogy mondjam az elmúlt hossz éveknek a példáit, hogy hogy kerültek át az Orbáni nerhez tartozó személyekhez, vagy közvetlenül Orbán Viktor családjához, Tiborchoz, hogy hogyan kerültek hozzá a balatoni szállodák, meg az összes szálloda, tehát a, a szálloda láncaink, hogy ebből erre rátettek kezét, és most úgy gondolja, hogy az építőiparban is ugye, ugyanez a lehetőség van, és az építőipar és most már nem csak arra, hogy ki építi, vagy az autópályákat kiüzemelteti, üzemelteti, hanem hogy ott, ha megfelelő költségszámlák is tudjanak jelenteni, ezért a beszállítókat, a cementet, sóder, csak egy beszállítókra is rá kell tenni a kezét, és hát ott van egy csomó német vállalatnak a kapcsolódó vállalkozása, és azok az elmúlt fél évben, egy évben visszautasíthatatlannak tűnő zsaroló ajánlatot kaptak a nerhez tartozó megfelelő vállalkozásoktól. És figyelmeztetést is kaptak. És hogyha nem tetszett valami, akkor jogalkotási figyelmeztetést is kaptak, hogy például az építőanyagokat nem szállíthatják csak az államengedélyével külföldre, stb. És ezt a módszert mutatta be a Der Spiegel most 31-én. Kell tudni erről a német napról, hogy nem nehéz, tehát most kontrollálni minden további nélkül tudtok enges bejárkjátok Wikipédiába, Google-be, bármelyik keresőrendszerbe a Der spiegel -t. És az egyértelműen tízből tíz nagy keresőrendszer azt fogja kihozni, hogy Európa legbefolyásosabb újságja, Európa legolvasottabb újságja. Tehát a Der Spiegelben megjelenő cikkek azt hiszem, hogy egyébként mindig egymillió példány szám fölött jelenik, meg még, 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 mindig a nyomtatott sajtója. Csak hogy értsétek, ez tízezerszer annyi, mint mondjuk a magyar nemzet, amik szinte korlátlan pénzt kap Orbán Viktortól, és a példány száma, a tízezeres példány számából jó, a hatot, hetet tud eladni, de úgy, hogy abból 6. Az kötelezően megveendő állami vállalatoknak, minisztériumoknak, intézményeknek, hogy ne legyen ennyire látható az út. Az olvasottsága, tényleg a kimutatásoban már majdnem nulla. De ennek a tízezerszereséről beszélünk. szereséről beszélünk. A, 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 ennek a ezerszereséről, bocsánat, ezerszereséről, ezerszereséről beszélünk. Tehát ilyen példányszámban jelenik meg, legbefolyásosabb lap, és amit még nem tudnak Orbán Viktorék vagy Nagy Mártonék, mert ha tudják, akkor már végképp nem értem a döntéseiket, vagy a, vagy a merészségüket, hogy hogyan működik például az angol, a francia, vagy a német, vagy az amerikai gazdaság ott nem kell hozzá egy tulajdonos, tehát nem kell egy olyan piramis, ahol a NER hatalmi tulajdonosi rendszere a gazdaságban, a tetején Orbán Viktor van. Tehát bármely területnek meghatározhatja az általános szabályait, és meghatározhat bármilyen konkrét szabályt, azt azonnal végre fogják a nerbe hajtani, tehát úgy alakult meg mondjuk a Kesma 500 média felülete, tehát média megjelenése, amikor Orbán Viktor péntek reggel bejelentette, hogy ellenétrehoz egy alapítványt, és úgy gondolja, hogy azoknak a személyeknek, akik ezt az 500 média felületet korábban lá úgy látszott, mint hogyha Piaci alapon lekvásárolták volna, na ingyen be kell adniuk, és kettő nap alatt mindenki be is adta. Ez csak egy példa. De nem így működik a német rendszer. Ott nincs ilyen. De van, ami van. Angliában is, Németországban is, Franciaországban is, az Egyesült Államokban is. Ezek a szabadpiaci országokban, amely azt mondja, hogy figyelem a másikat. És nem úgy működik, mint a magyar reflex. Ez utóbbi, mert én nagyon szomorú vagyok. Nem úgy működik, hogy én csöndben maradok, hát ha az én vállalkozásomra nem lesz éhes az orbáni hién a csapat. Hát, ha én itt megúszom. Én nem megyek tüntetni a másikkal. Én csendben maradok. Látom, hogy a másikat milyen aljas módszerrel tették tönkre, de hát, ha én csendben még itt egy 10-20 évig, ameddig ez van, valahogy majd csak kiúzom legfeljebb, nem fejlesztek annyit, nem hirdetek annyit, tehát hogy nem hívom föl magamra a figyelmet, mint amit egyébként az üzleti életben megtette volna. Ez nem így van Németországban, Angliában, Franciaországban, Olaszországban, az Egyesült Államokban. Ott a Spiegel felhívta rá a figyelmet, hogy figyeljünk oda, és hogyha nem tud ellenállni, a Magyarországon lévő jelentősebb német tőke a tényleg visszautasíthatatlanná váló ajánlatnak, mert azzal utána akkor büntetést fog kapni, és ellehetetlenik a téka magyarországi szerepét, akkor a német vállalatok, jelentős vállalatok 80, 90 vagy 95 százaléka rövid egy éven belül elhagyja a magyar piacot azok nem úgy gondolkodnak, hogy hát ha én csöndben, háttérben, velem úgy sem meri megtenni. Azt mondja, nem, én ezt nem. Túlzott a nagy a kockázat. A német artóiparban, csak hogy egy példát említsek, a német artóipar az nem a német ország gazdasága ma már hanem a német autóipar építkezik a motorgyár, az Audinak a motorgyára, az Opel motorgyára, ugye, az egész. Tehát, hogy a beszállításokban, hogy ezt a fejlesztést itt hajtom végre, ezt itt hajtom végre, egy pillanat alatt óriási piaci veszteséget szenvedel, ha valahol valamiért hirtelen kell döntést hoznia. Ezért, ha megérzi, már pedig most már három napja érzi, mert eddig gondolkodhatott, hallhatott róla a szóbeszédet, de a Spiegelben, a spiegelben, ami azt jelenti magyarul, hogy a tükör, hogy mi van Magyarországon, ott konkrétan nevesített példákkal is le van írva, és az is le van írva, hogy a maffia módszert maffiának nevezik. É, és ebbe a maffia állam elnevezés, ő az elején megszólták Magyar Bálintot, azt megszóltak engem is a részében, hogy azért ez túlzás, ezt azért nem kellene mondani, hát ma már kezd elterjedni. De ma már az egész világon elterjedt. É, az Európai Unió parlamentje autokrata, magyar nyelven önkényuralmi rendszernek nevezik, és minden önkényuralmi rendszer, maffia rendszer elven épül föl, tehát hogy, hogy értsük be az össze. De itt már a szót is használja. Azért mutattam meg nektek. Ott van a példány. Rá lehet ütni? Der Spiegel, március 31. 2023. És Orbán. És abban a pillanatban ezt az oldalt fogjátok látni, eh, amelynél ugye azt mondtam, hogy a nyomtatott példány is egy millió, de több tízmillióan olvassák az online felületet, ahol vagy egy keresővel, és rá lehet gyűjteni. A lényeg az, hogyha ha német vállalatok úgy döntenek, hogy a németeknél ez egyértelművé válik, akkor a német vállalatok össze fognak fogni, és egy stratégiai telvet dolgoznak ki arra, hogy egy, maximum két év alatt hogy vonulnak ki egységesen a magyar piacról. Ha véletlenül úgy gondolnátok, hogy ez kevés, akkor úgy megjegyzem, hogy a magyar GDP-nek csak a, magyar, a német artóipar a beszállítókkal együtt a 15%-át. A 15% az összes, amit Magyarországon létrehozunk terméket, annak a 15%-át az exportnak több mint 25%-át állítja elő. Ez egy óriási hiba egyébként, egy óriási függőség egyetlen iparáktól, de az ez a pillanatnyi státuszkó. Na de itt nem arról szó, hogy csak a német artóipar vonul ki akkor hanem az összes. A német építőanyaggyártók, az ő német kiskereskedelem, amit a Lázár János, meg Orbán Viktor rejtett ebben, Lázár János nyíltan elmondta, hogy mi keresni valója van itt a Spárnak, az Aldinak, a Nidlünek, csak hogy értsétek, ahol vásárolunk. Talán szoktátok nézni a Lidlünek a hirdetéseit, és a felmérések szerint a Lidl a legolcsóbb áruházlánc magas minőségben Magyarországon. Egyébként az idős az albiszokott ezen alap ö, ö, eze, ebben, ebben versenyezni, versenyezni egymással. Na de hát akkor, ha a legolcsóbbak ebben a helyzetben kivonulnak, hát akkor a magyar áruházláncaknak a hihetetlen, ma is 15-20 kal drágább ára, nem akarom nevesíteni őket. De ott, ahol lakom, a közvetlen közelemben is van. És néha kimegyek oda vásárolni. És megállapítom, hogy legalább 15-20%-kal többe kerül minden. Ugyanaz a termék struktúrájában pár százalékkal lehet, hogy több a magyar termék, de nem hiszem. Tehát nem, még azt sem látom, hiszen ugyanazokat a termékeket tudom egymással összehasonlítani. És látom, amikor a pénztárcáját nézik az idős emberek, nyugdíjasok, de nem csak ők, hogy ezt még meg tudja -e venni és annyira ott van rajtam, hogy oda szóljak-e neki, hogy sétálj ki innen, ne higgyél a magyarsnak, itt van tőlünk néhány száz méterre, Aldi is, Lidl is, minden 15%-kal olcsóbban kapsz. Ja. Na de ha kiűztük őket, akkor már nem 15%-kal lesznek olcsóbb a merhez tartozó, a ner közeli, magyar kiskereskedelmi üzletek, hanem 30-szal, 40-nel. Mert ez a történelmi távlata az elmúlt 12-13 évnek, így zajlik Orbán Viktornak a folyamata. És ami talán befejező gondolat, hogy legyen egy rendkívüli adásban, bár mikor ezt kimondom, utána mindig három még dolog, még nagyon fontos dolog eszembe jut, de azért elmondom. A külföldi tőke beáramlása az nem úgy működik, hogy egy. Tehát, hogy, 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 mint hogyha a német, az önállóan kizárólag a német, az csak a németet befolyásolja, az amerikai az amerikai. Emlékszem a 90-es évek váltására. És jártam kint az Egyesült Államokban meghatározó nemzetközi a világ 160 országában ott lévő multinacionális cégek vezetőivel is beszélgetve, és akkoriban még az amerikai beruházások nem voltak alacsony szintűek, de a például az osztráknál is kisebb volt. Tehát gondoljátok, az amerikai gazdaság és az osztrák, 10 milliós osztrák államot összehasonlítva, a német némek sokkal kisebbek voltak az amerikai befektetések, ma is kisebbek a németnél. Például. És megkérdeztem, hogy hát itt van a privatizáció Magyarországon, miért nincsenek itt? Tehát miért nem jönnek a keleti régióban először? és akkor azt mondják, hogy az amerikai befektetési piac másképp működik, János. És elmagyarázták. Szóval, hogy ne, ők elég erősek ahhoz, hogy megvárják, amíg a közvetlen szomszéd, az osztrák például kipróbálja a magyar befektetés, Hogy nem veszíti-e el, nem teszik-e tönkre, a profitot valóban ki tudja -e hozni. Tehát nem csak a törvények mondják, hanem a bank is kifizeti, megengedi a profit kihozatalát. Biztonságban van-e a befektetés. Aztán, ha az osztrák már terjed, akkor majd menni fog a német. Ha a német is már nagyon erősen ott van, akkor fog menni az angol és amikor az angol is ott van, azután kezdi majd az amerikai megvizsgálni, hogy bejöjjön. És ha bejön, akkor nem probléma számára, ha az ő területén ott van az osztrák, vagy a német, vagy akár az angol konkurencia, mert felvásárolja. Meg tudja tőle venni, ha szükség, vagy együttműködik vele, vagy felvásárolja. De ez akkornak idején a működő tőke beáramlását, ami a volt -keleti, keleti, régióból nálunk volt a legnagyobb, hogy akkor ennek ez volt a folyamata, de ami a beváramlás iránti, ugyanez van kifelé is. Tehát azt kell érteni, hogy ha a német vállalatok úgy döntenek, hogy Orbáni rendszer maffia módszerei miatt, amelynek minden aljas eszköze a hatósági ellenőrzéstől a jogalkotásig, a rendeleti kormányzásig, és a NER hiénáinak a visszautasíthatatlan ajánlatáig kiterjed. Ha ők úgy döntenek, hogy és eldöntik, és elindul a folyamat, hogy egy-két éven belül kivonulnak Magyarországról, akkor ez bizony azonnali jelzés az angoloknak, és az angolok kivonulási jelzése azonnali jelzés az Egyesült Államoknak. És ez már valóban államcsődhöz vezet Magyarországon. Tehát, ha kivonulnak a legnagyobb angol, német, osztrák és egy amerikai, azonnal fog rá reagálni a japán is, csak így, de hogy kivonulnak ezek a vállalkozások, elég, ha bejelentik. Ha bejelentik, hogy újabbak nem jönnek, és a többiek egy stratégiai döntést hoznak. Gondoljatok bele, hogy az orosz agresszióval szemben micsoda, befektetési piac volt Oroszország a németeknek, az amerikaiaknak. És az orosz agresszió után mindegyik bejelentette, hogy kivonulnak, és egymás után jelentették be a nagy amerikai kereskedelmi, vendéglátói, idegenforgalmi láncok, hogy akár ott is hagyják az épületeket, de kivonulnak az orosz piacról. Az orosz piacról, amelyik talán 30-szorosa, 20-szorosa, 30-szorosa a magyar piacnak. Gondoljátok meg, hogy mekkora gondot fog nekik okozni onnan kivonulni. És ráadásul van, a kivonulás az van egy egyes területeken két hónap alatt, három hónap alatt megtörtént ugye? McDonald's és a többieknél három hónap alatt megtörtént a de például a gáz területén, ahol a német gazdaságnak a 40-60 százalékos függősége volt az orosz piacon, egyetlen év alatt leépítette. Tehát ez nem egy hosszú folyamat, nem az, hogy majd az unokáinknak nem lesznek ott. Ez a magyar gazdaság bedőléséhez fog vezetni. Nincs olyan hét, és ma már nincs olyan nap, amikor az Orbáni rendszernek a bűneinek a legalja, amiről azt gondoljuk, hogy már nem lehetséges, ne jönne felszínre. Tudni kell, hogy azért a az néhány évvel ezelőtt az amerikai külügyminisztérium, mikor például a NAV elnökét, elnök nőjét, és még 5-6 szemét, most nem emlékszem pontosan a vezetőket, kitiltotta az Egyesült Államokból, akkor az azért volt, mert egy amerikai vállalattal szemben léptek fel hasonló maffia módszerekkel. Csak akkor az egyedinek számított. Az amerikai is azt mondták, hogy de ha az egyedi is van, és ha a NAV kimert menni indokolatlan vizsgálattal, meg tudta akadályozni, hogy az az amerikai vállalat versenytársként közbeszerzéseken részt vegyen, akkor a NAV elnökét kitiltották, és azóta is ki van tiltva az Egyesült Államokból. Ma ez sokkal szélesebb körben van fontolóban a Kapitóliumban is, az Amerikai külügyminisztériumban is. Ma már, ahogy Orbán Viktor múlt hét pénteken a beszédében valami végtelen, felelőtlen módon, aztán utána, a, a, ha jól emlékszem, akkor a a Fidesz frakcióvezető ennél is tovább ment, hogy ha, Orbán Viktor azt mondta, hogy, hogy már reálisan kell gondolkodnunk a harmadik világháborúban, a megfelelő szócső következő lépcsője már tovább ment, hogy az pedig azt jelenti, hogy atomháború lesz. Tehát ez a hiszdeje, ez ezért börtön járna no, a magyar törvények szerint is az embereknek a megfélemlítéséért. Minden további nélkül azt gondolom, hogy, hogy ez e, ebbe a, körbe tartozik. De látni kell, hogy ebbe az irányba megyünk hetente, nem a világháború irányába, hanem a magyar gazdaság tudatos sűrbe vitelével, elstandolásával, a vételével. Abban nincs gond, a magyar emberek lesznek olyan szegények, majd mint a pakisztániak, vagy bárkit, tehát a, a, a Bangladesben, ahol érnek, én rettenetesen sajnálom őket, tehát nem szívesen hozom ezeket a példákat, de ahhoz képest ma a magyar társadalomban még a legszegényebbek is irigylése méltó személynek tartoznak. De megyünk abba az irányba, mert ott is, a is ott vannak a milliárdos hatalmi tényezők, akik kirabolják a saját országokat. Az a lényeg, hogy hatalmuk van egy viszonylag széles népcsoport felett. Én irtózatosan veszélyesnek tartom. És úgy gondolom, hogy a más az, amikor én is mondok, hogy Magyar Bálint és a többiek fölhívjuk a figyelmet, de oda kell figyelnetek, mindenkinek oda kell figyelni, hogy amikor már a világ egyik legtekintélyesebb lapja is. Európa legbefolyásosabb és legolvasottabb lapja is. Már nem azt mondja, hogy vannak visszaélések Magyarországon. Vannak emberek, akik hazudoznak, hivatkoznak a politikai kapcsolataikra, és ezáltal megpróbálnak zavart kelteni, és ezek velük szemben mondjuk a magyar ügyészség nem lép föl. Hanem mafiának nevezik, módszernek és a miniszterelnökhöz kapcsolódó mafiamódszernek nevezik, és mafia államnak nevezik Magyarországot. Amikor ezek a lapok eljutnak ide, ezek a megszólalások eljutnak, akkor már vészcsengő van. Hát ezt szerettem volna nektek egy kicsit mélyebben el, rávilágítani, mert megnéztem az elmúlt két nap, három nap híreit, amiben megjelentek. te megjelentek, de a Spiegelre, a magyar nem kormánypárti média reagált. Tehát reagált. De csak mint egy, egy újabb csúnya dologra egy újabbra, amire rámutatható, hogy az Orbáni rendszer, a Orbáni rendszer velei romlott. De a következményekre, hogy ez milyen félelmetes ez, nem annyi, hogy még egyszer elmondtuk, hogy pocakos, nagyon pocakos a magyar miniszterelnök. Nem, és hogy és, és hosszú a nadrágja. Ez nem ebbe a kategóriába tartozik. Ez félelmetes, mert Orbán berebukhat, de csak Magyarországgal együtt, mert hogy ezből az következik, hogy Orbán úgy tud ebbe belebukni, hogy a magyar gazdaság megy csődbe, államcsődbe akár, és akkor a magyar társadalom talán, talán, akkor fölébred, és talán, talán, akkor Orbánt elzavarja. De ennek ez a feltétele. Tehát előbb az következik be, hogy a magyar társadalom, a magyar gazdaság becsődöl. És ez váltja ki azt a népharagot, amit Orbán Viktor elzavarja. Ezért ez nem nék, ez, ez nélkülünk vegy, és a mi tragédiánká is válik. Biztos, hogy ezt nekünk meg kell várni. Tényleg nem lehet ennél gyorsabban felébredni, és megkeresni azt az 500 ezres, félmilliós, egymilliós tüntetést Magyarországon, ahol nem az a lényeges, hogy pártok vagy civilek, hanem pártok és civilek. Biztos, hogy ezt nem kellene megtartani? Szerintem meg kellene. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Erről szólt a mai rendkívüli adás. Ennél a hírnél sokkal szebb napot kívánok mindenkinek. Vigyázzatok magatokra, és hát gondolom, hamarosan ismét találkozni fogunk. Ha gondoljátok, osszátok, ha még nem tettétek, eh, akkor kövessétek ezt az oldalt, minél többen tudtok róla. Eh, Természetesen csak akkor, ha úgy gondoljátok, hogy ez egy fontos bejelentkezés volt, annál nagyobb a hatása, és annál jobban leszünk talán egyre többen erősek is, hogy ne kerüljön erre sor, hogy elhárítsuk ezt a vészhelyzetet. Köszönöm, hogy itt voltatok, szervusztok!